Körmendi Erdőre kollégám elnézést kér mindenkitől, nem tudott írni valam, hát a forgalomon megokott, úgyhogy én veszem át a stafétabotot. Ugye, csak most nem tudom, hogy hol találom. Körmendi Endre, Geoservice Kft. Vezetője, ő rendelkezik merevszárnyú robotgéppel, és minden munka, amely kapcsolódik a repüléshez, felvitelek készítéséhez, terepi munkához, élesztőpontok méréséhez, és a repülés tervezéséhez, bár igaz, hogy az automatikus módon történik, de akkor is területet ki kell jelölni. Ez a munka kapcsolódik hozzá. Továbbá a felvételek georeferálását és mozaik előkészítését ő vállalta, ő készíti, és amikor már megvan az ortofotó, akkor én veszem át az adatokat, és a kiértékelés hozzám tartozik. Mivel a kollégám nem érti, de így rövidebben tudok beszélni a repülő vagy eszközökről, ennyivel rövidebb lesz az előadás. Ez a merev szárnyú repülőpilóta nélküli repülő eszköz repülőgép a svájci-amerikai kóproprodukció terméke, direkt mezőgazdasági, precíziós mezőgazdasághoz, mezőgazdasági felmérésekhez készítették. Többféle kamerával felszerelhető, az, ami hát a kollégámnak megvan, az a multispektrális kamera, amely látható és közel infravörös tartományban készíti a felvételeket. Ennek a felbontását láthatunk, valamint az egész rendszer a feldolgozó egységből is áll, és az a feldolgozó egység alkalmas a georeferálásra, vagy mozaik készítésére, ortofotó készítéséhez, és bizonyos fokú kiértékelésekhez, például a felhőkből, a generált felhőből háromdik egyszerű kiértékeléseket is el lehet végezni. Itt láthatunk egy felvétel bizonyos mezőgazdasági területről, és például ezt a 3D kiértékelés arról is lehet használni, hogy a tábla szélén lévő bokrokot, esetleg fákot le tudjuk vágni, vagy kizárni a további kiértékelésben. Vagy fordított eset, amikor a beépített terület is benne van a vizsgált mezőben, akkor de az beépített területeket akarunk vizsgálni, vagy az épületeket, vagy magasságról rendelkező objektumok a kiértékelés célját képeznek, akkor itt nyilvánvaló az alacsony magasságról rendelkező pont felhőt lezárjuk, vagy kizárjuk a kiértékelésből. Ezt már nagyon jól tudjuk, hiszen reggel óta halljuk, hogy mit várjuk a drónaktól, kisebb területekre vonatkozó adatokat, de nagyon részletes adatokat, így egyáltalán nem erről van szó, hogy helyettesíteni akarunk a műholdakat, vagy a kis repülőgépeket, vagy nagy repülőgépekkel készült felvételeket. Nagyon sokszor a délutáni szekcióban is hallottam, hogy láttuk az előadást, amelyben egy ilyen diagrammal ki volt mutatva, hogy igazából látványhoz használunk alapvetően a drónos felvételeket látvány előállításához, de egyre többször az adatok vagy információ kinyeréséhez. És itt megint jön az a probléma, hogy mivel értékeljük ki, milyen szoftverrel, nagyon jól tudjuk, hogy az rengeteg adat áll rendelkezésre, és nem egyszerű a kiértékelés, a számítógépnek is meg kell küzdeni az adatokkal, de nekünk is a megfelelő algoritmusok kiválasztásával. Az előző előadásban, vagy az első előadásban hangsúlyoztam, hogy ilyen felbontás mellett igazából objektum alapú kiértékelés a megoldás. De nézzük meg a mezőgazdasági táblákat. Nagyon sokszor alapvetően a növény monitoring a cél. De mikor kezdődik a növény monitoring? Hát a vetés pillanatától, vagy illetve kevés pillanatától. De kevés után nézzük meg a növényt. Növény a vizsgálandó objektum, és vajon ha összehasonlítjuk ezt a néhány centiméteres felbontású felvételt a növény méretével, akkor ez majdnem megegyezik.
így megint akkor objektum alapú kiértékelés, hiszen itt nem az a célom, hogy a sorok közötti talaj beolvadjon a növénybe, vagy fordítva. Így bizonyos fejlődési stádiumban vissza kell mennünk a pixel alap osztályozáshoz, és így textúrának a vizsgálata nagyon jó eredményeket ad. Így például a kenés eredményességét vizsgálunk, mérünk föl, akkor pixel alap osztályozáson nagyon jó eredményeket lehet kapni. De abban a pillanatban, amikor a növény lefedi a teljes területet, akkor már jön az objektum alapú kiértékelés. Több ilyen felvétel készítővel volt alkalmam beszélni az osztályozásról, és igazából mit várnak a felhasználó kép elemzéstől. Hát azt, hogy nagyon egyszerű legyen, számítógépen nyilvánvalóan megvalósítható, megbízható, gyors, szinte azonnali adatokat adjon, hiszen itt növényről van szó, növény meg mezőgazdasági beavatkozásoktól. Igazából egy dobozt kép, ez az elképzelés, hogy legyen egy doboz, beteszünk az input adatot, valami pár gombot benyomjuk, és output adat megvan. Per pillanat, ha a növénymonitoringról beszélünk, akkor ilyen módszer, vagy ilyen dobozt még nehéz megvalósítani. Két esemény, vagy esettanulmányt szeretnék mutatni. Az első, amikor a drónos felvételeket használtunk az öntözőrendszerek hatásának a vizsgálatához, és hát a menedzsment zónák, a másik eset a menedzsment zónák térképezéséhez, ami monitoringon alapult. Itt láthatunk két felvétel, vagy hát a felvétel, igazából a felvételnek két részletét. Az egyik csepegtető öntözést mutatja, a másik dobos öntözéses területet. Két módszer teljesen eltérő, és nézzük meg, hogy annak az eredményét, vagy a hatását, milyen hatással volt a növény fejlődésére. Az, ami zölddel van jelölve ez a terület, az csepegtető öntözéses terület. Ha a tábla szélére figyelünk, akkor megfigyelhető, hogy a tábla széle homogén, azonban ha nézünk dobozos öntözéses területet, akkor ilyen, mintha beleharapták volna a területbe, gyengébb a tábla szélén, alapvetően tábla szélén gyengébb a vegetáció. Hiányos, gyengébb fejlődésű vegetációt mértünk föl. Ilyet is csináltam. És itt van az osztályozási, vagy az osztályozási folyamat, tehát szegmentálás, vagy homogén régió keresése, és ennek az osztályozási eredménye. Szépen lehet látni, hogy az, ami világos zöld, az pont arra a területen kimutatható, az gyengébb vegetációt jelent, alacsonyabb, és nem csak látható, de mérhető is a vegetációs indexek segítségével. Így ahol dobos öntözés volt, ott a tábla szélén itt is a narancssárga volt jelölt terület, az a gyengébb vegetáció vagy vegetáció hiányos terület. Ha az adatokat összehasonlítjuk, igaz, hogy csak 25 hektáros területtel dolgoztunk, de a csöpögtető módszernél a hiányos vegetáció az csak minimális volt, minimális 1-2 százalékos, azonban a dobos öntözés esetében az 8 százalékot kitett az a terület, amelynek jóval gyengébb volt a NDVI indexe, és így nyilvánvaló, hogy gyengébb lesz a termés ennek a területnek. Ha már látványról beszélünk, akkor az, amit nem mértünk föl, de egyértelműen láttunk a területen, bizonyos foltokat lehet azonosítani, ami megint öntözéshez kapcsolódó problémákra utat, művelési nyomokat, hiszen ha precíziós gépeket használnak a területen, akkor az a cél, hogy egyszer kialakult nyomokon mindig közlekednek a munka vagy a traktorok, és a felvételek alapján nem ezt láttunk. Fejlődésbeli eltéréseket, gyomosodás, meg a korábbi földhasználatnak a következményeit. Ami nagyon fontos, hogy vegyünk figyelembe ilyen osztályozásnál, mert ha
ezt a kis területet, hogy megnézünk, erre a területre is képet, hogy a képet, ha megnézünk, gyengébb vegetáció. Hát akkor rossz az öntözés, oda nem jut a víz. De nem erről van szó, ezen a területen azért gyengébb a vegetáció, mert teljesen más volt a föld használat. Pár néhány évvel ezelőtt ott egy út volt, vagy egy olyan terület, ami hát kemény toposásnak volt kitéve, és ez miatt, hogy talajszerkezete, megváltozott szerkezete miatt nem ugyanolyan ütemben fejlődik a növényzet, mint korábban mezőgazdasági vagy használatú táblán. A másik példa, az már növénymonitoring, az előző esetben csak egyszer készítettünk felvételeket, itt háromszor készítettünk a felvételeket, vetés után, de nem közvetlenül, mert egy csöpnyit nehezebben össze az időjárás miatt, ez tavalyi repülés, és kétszer tavasszal, kora tavasszal és késő tavasszal. A minden felvételt ugyanolyan szempontok szerint értékeltem ki, megint ha látvány, akkor ha megnézünk, itt az egyik táblát, egyértelműen lehet látni ilyen fejlődés, növényfejlődésbeli problémát, ami hát a repcebolha okozta, nem mi fedeztünk fel a repcebolhát, ennek csak a repcebolhának a bolha tevékenységének a hatását tudtunk felmérni. Milyen szempontból értékeltünk ki? Hát heterogén felületeket kerestünk a táblán belül, és itt megint ilyen hierarchikus osztályozással, hierarchikus szegmentálással kaptunk meg a heterogén vagy homogén, de eltérő jellemzőkkel rendelkező területeket, alapvetően vegetáció hiányos területeket kerestünk, vagy olyan területeket, ahol hiányos volt a vegetáció, és két kategóriát mutattunk ki, ahol vegetáció teljes fedés biztosított a vegetáció, vagy eredményezte, de minőségbeli különbség volt. Ha megnézzük a hiányos, vegetáció hiányos területeket, akkor lehet látni, hogy nem csak a tábla szélén ilyen hiányos foltokat mértünk, vagy térképeztünk, de a táblán belül is nagyon komoly vetés kimaradások voltak. Annak ellenére, hogy precíziós mezőgazdasági gépeket használnak a műveléshez. És a feldolgozási stádium, hogy azt a hiányos területet láthatunk is egy vegetációs indexet, és érdekes módon nagyon általában NDVI indexet használunk a vegetáció állapotának a kimutatásához. De ha nyomon követjük egy kezdeti vegetációt, kezdeti szokuszában és egy teljesen kifejlett, akkor nem jól működik ez az index, mind a két esetben nem használható. És itt inkább a zöld vegetációs indexnek, indexet nagyobb eredménnyel használtunk. Osztályozási eredmény, így pont ezeket a piros területeket, amit látjuk, ilyen piros, az egyértelműen arra attól, hogy probléma volt a vetőgéppel. Osztályozási eredményeket összehasonlítottam, nagy különböző időponton készült adatokat, és ha csak most piros területet, pirossal jelölt területet megnézzünk, akkor két időpont között lehet látni az eltérést, pedig ez vegetáció teljes hiányt jelent. Akkor azt nem jelenti, hogy hirtelen ott megjelent a vegetáció, hanem azt, hogy ott, ahol nem elég is sűrű a növényzet, ott nagyobb életteret kap a növényzet, jobban bokrosodik, és ez ahol ezzel függ össze. Itt ugyanazt látható csak így felvételeken, hogy hiányos vegetáció esetében, hogy a növények hogyan bokrosodnak. Végleges eredmény, mert hiszen az volt cél, hogy ilyen menedzsment zónákat, vagy művelési egységeket határozunk meg a felvételen, és ha megnézünk a két különböző időben kora tavaszi felvételt és a késő tavaszi felvételt, akkor az első felvételen olyan, mintha a kesztyű alakja lenne a világos zöld területnek, ez gyengébb vegetációt jelent. És ha a következő felvételen az csökkent ennek a területe, ha belegondoljunk, akkor lehet, hogy fejtrágyázásnak az eredményét láthatunk.
mivel ilyen jellegzetes alakja van ennek a kesztyűs területnek, megnéztem a korábbi felvételeket, vegetációmentes felvételeket, amelyek igazából talaj állapotát tükröznek. Érdekes módon pont ott, ahol telekesztyűt tudtam azonosítani, a területnek egyértelműen jobb a tápanyag ellátása. Sötétebb a talaj, és ha a területi viszonyokat megnéztem, akkor az pont abban a mikrodomborzatot, ha megnézünk, akkor völgyben van ez a terület. Azt jelenti, hogy jobban köti meg a nedvességet, jobb a tápanyag ellátás, és mégis a karatagaszi felvételen ott gyengébb vegetációt azonosítottam. A problémát, hogy ennek magyarázatát a növény biológiai életében kerestem, és rendszerű van szó, és amennyiben a tél beállta előtt túlzottan fejlődik a repce, akkor jobban károsodik a tél alatt. És itt pont ez a jelenség lépett föl. Úgy károsodik, vagy jobban szenved, hogy itt a felvételen, a ilyen referenciaképen is lehet látni, hogy egyes levelek elszáradnak, besárgulnak, és ez hatással volt szentvia, hogy a vegetációs indexre azért gyengébb a vegetáció, vagy gyengébb indexet azonosítottunk, ami egyáltalán nem jelent, hogyha fejtrágyázást terveznénk, hogy erre a területre több műtrágyát ki kell szúrni. Úgyhogy ilyenkor a menedzsment zónákat terve, hogy mérjük, és ezt próbálunk bevezetni a fejtrágyázáshoz, műtrágyázáshoz, akkor mindenképpen figyelembe kell venni talajtani adatokat. Ha valóban precíziós mezőgazdaságról beszélünk, akkor nem elegendő csak nyomon követni a növény fejlődését, bizonyos szempontból elegendő, hogy problémákat felfedezünk, de nagyon fontos az adott bázis, amely tartalmazza a talajtani adatokat. Erre a területre nem rendelkeztek ilyen adatbázissal, vannak talajmintáik, de ezek abszolút nem reprezentatív talajminták, hiszen nem úgy vették, hogy talaj, vagy a táblán belüli heterogenitást figyeljenek, hanem 10 hektáronként egy talajmintát, úgyhogy abszolút nem reprezentatív. Összefoglalva, talán az, ami a legfontosabb, hogy képfeldolgozásnál mindenképpen figyelembe kell venni talajtani adatokat. Figyelembe kell venni, amikor növényről készült képeket, monitoringnál, ha következtetéseket, mert lehet osztályozni, de ha következtetéseket akarom levonni, és valóban ezeket az adatokat figyelembe venni a precíziós mezőgazdaságban, mindenképpen figyelembe kell venni a növénynek a vitalitását, a biológiai életet, lehet, hogy rosszul használok, a növény életét figyelembe kell venni. Ez meg tovább a döntéshozatalban mit eredményez, azt jól tudjunk, hogy költség csökkentéssel jár, környezetbaráti művelés, eredményesség és fenntartható gazdálkodás, vagy hát precíziós gazdálkodás. Köszönöm szépen a figyelmüket!